Önök a Cikádor magazint látják, köszöntöm nézőinket, Gyimóth Éva vagyok. Számos kérdésben kellett döntést hozni a Bozsolik Róbert polgármesternek az elmúlt napokban. A képviselőtestület bevonásával többek között a Városgazdasági Társaságának éves üzleti tervére, az önkormányzati tulajdonban levő épületek felújítására és több civil szervezet támogatására is határozat született január végén. A rendkívüli jogrendnek megfelelően továbbra is a polgármester dönt minden kérdésben az önkormányzatokban. Bár a döntés felelőssége Bátaszéken Bozsolik Róberté, az eddigieknek megfelelően a képviselőtestület tagjai elmondják a véleményüket minden kérdésben. Mi továbbiakban is írásos előterjesztést készítünk, ezt a város honlapjára felrakjuk, és a képviselőkkel személyesen is konzultálunk a döntések meghozatala előtt annak érdekében, hogy valóban testületi jellegű döntések szülessenek. Január végén nagyobb számú döntést kellett hozni. Döntöttünk többek között arról, hogy 2021-ben milyen felújításokat kívánunk az önkormányzati tulajdonú lakásokon végezni. A korábbi gyakorlatnak megfelelően azt az összeget visszaforgatjuk a lakások felújítására, ami tárgyében a lakók által befizetésre kerül bérleti díjnak, így mintegy 9 millió forint értékben fogunk fejlesztést végezni. Ebben az esztendőben a Budai út 56-58 társasházunk kap jelentősebb hangsúlyt, ahol a villamos hálózat korszerűsítését fogjuk végrehajtani, mintegy 6 millió forint értékben. Folytatjuk a Hunyadi utcai társasházunkban szintén a villamos hálózat korszerűsítését, ott egy lakásnak a vezetékhálózatát fogjuk megújítani, és a szociális szükséglakásunkban vizesblokk kialakítást fogunk végezni. Bízunk benne, hogy ezekkel a feladatokkal is a komfortfokozatot tudjuk erősíteni, és ezt a folyamatot fogjuk az elkövetkezendő időszakban is folytatni. A testület elfogadta a Bátkom Kft. Üzleti tervét. A tervben 3%-os bérfejlesztés volt, de a kormány azóta kihirdette a minimálbér és a garantált bérminimum összegét. A február 1-től ők már a jogszabály szerinti illetménnyel fognak, vagy bérrel fognak találkozni. A Kft. Alapvetően a város sportlétesítményeit működteti és a zöld területeit kezeli, gondozza. Emellett részt vesz az utak, illetve a temető karbantartásában. Ezekhez a feladatokhoz biztosítottuk a forrásokat legalább a 2020 évi szinten. Egy terület van, ahol szolgáltatás csökkenés van jelen pillanatban, az pedig a tanúszodának az üzemeltetése. Ugye a járványhelyzetre való tekintettel maga a tanúszoda nem működik. Egyelőre úgy szerveztük, hogy ez június 30-áig sajnos fenn fog állni, majd meglátjuk, természetesen alkalmazkodunk a központi döntésekhez. Ez viszont azt eredményezte, hogy mintegy 7 millió forinttal kevesebb összeget kell biztosítsunk a Kft. Számára a 2021-es esztendőben. Természetesen alkalmazkodni fogunk a kormány döntéseihez. Nagyon bízunk benne, hogy a járványügyi helyzet enyhülni fog, és mondjuk az úszoda szolgáltatását is vissza lehet majd állítani. Az önkormányzat 1,7 millió forintot fordít ebben az esztendőben a temető karbantartására. Ebből várhatóan befejeződik a belső úthálózat kialakítása, illetőleg a harangtorony felújítása is. Két társadalmi szervezet részére is állapítottunk meg támogatást. A Rákóczi Szövetség részére 100 000 forint támogatást biztosítunk 2021-ben a határon túli magyar iskolák beiratkozásának elősegítése érdekében. Pontosnak tartjuk, hiszen a településünkön felvidékre ide telepített honfitársaink is vannak, ezzel is próbáljuk az anyaország és a határon túli magyarok kapcsolatát erősíteni, illetve a hagyományoknak megfelelően a Tolna megyei Vöröskereszt működését és ezen belül a bátaszéki véradásoknak a szervezését szeretnénk segíteni, mint egy 300 000 forint támogatás biztosításával a 2021-es esztendőben. Az eddiginél egészségesebb környezetben fogadhatják a kismamákat és a kisbabákat a Bátaszéki Gondozási Központban. Az épület felújítása folytatódott az utóbbi napokban, a védőnői szolgálat helységei pedig korszerűsödtek. A gondozási központ tetőszerkezetének felújítását követően a védőnői szolgálat komfortosabbá tétele volt a fejlesztés következő eleme. Boros Zsuzsanna, a központ igazgatója azt mondja, nem várhatott tovább magára az építkezés. Ezek az épületek ugye nem mostanában épültek, erre igyekszünk nagyon-nagyon odafigyelni, és a fenntartó támogatja is ezeket a felújításokat. Jelen esetben a védőnői szolgálatnál két helységben történtek
ilyen jellegű munkálatok a védőnői tanácsadóban, illetve a védőnöknél az irodahelyiségben. Nagyon fontos volt, hogy alul a falazaton egy faroslemez borítás volt, ami az idők során kezdett elrohadni. Ugye ez esztétikailag is hát már nagyon csúnya volt, illetve az egészség szempontjából is hát elég veszélyeztető volt, és ugye nekünk nagyon fontos az, hogy erre odafigyeljünk, hiszen csecsemőket, gyermekeket, kismamákat fogadunk az adott helyiségekben. Úgyhogy ezek a borítások lebontásra kerültek, és egy szellőző vakolatot kapott a falazat, valamint egy mosható lábazati festéket, ugye, amit innentől kezdve sokkal könnyebben tisztán lehet tartani. A munkálatok mindkét említett helyiségben megtörténtek. Az átalakítás idejére sem állt le a szolgálat működése. A veszélyhelyzetre való tekintettel a protokoll szerint ugyanúgy dolgoztak a védőnök, a tanácsadások meglettek tartva, a kismamákat fogadtuk, a gyerekeket fogadtuk, és azt, hogy ezt így le tudtuk bonyolítani, ebben nagyon-nagyon sok segítséget kaptunk dr. Ómak Terika gyermekorvostól, aki, amikor olyan krízises helyzetben voltak a munkálatok, akkor helyet adott a védőnöknek, illetve az ellátottjainknak. A tervek szerint napokon belül visszaköltözhet eredeti helyére a szolgálat. Hogy pontosan mikortól dolgoznak majd a megszokott helyüken a védőnök, azt a villanyszerelést követő festés száradása dönti majd el. Boda Zsuzsa azt mondja, reményei szerint tovább tudják majd korszerűsíteni a szolgálat helységeit az egészséges környezet fenntartása érdekében. Mennyire befolyásolta a koronavírus a házasságok számát Vátaszéken? Mi volt inkább jellemző az elmúlt rendkívüli évben, és mire számítunk 2021-ben? Mennyire ment ki a divatból az egyházi szertartás? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ a város jegyzőjénél és a katolikus plébánosnál. Virágcsokor, gyűrűpárna és a nemzeti színvászalag. Alapvető kellékei lehetnek ezek a házasságkötésnek. A vátaszéki polgármesteri hivatal adatai szerint a koronavírus járvány nem szegte kedvét a házasulni kívánóknak. Több esetben kellett más időpontot keresni, mint amit az ifjú pár elképzelt, de a nyári könnyítések idején sokkal mondták ki a boldogító igent. 2018-tól néztük vissza konkrétan számszerűen az adatokat. 2018-ban 33 házasságkötés volt Bátaszéken, 2019-ben és 20-ban mind a két évben 37 házasságkötés volt. Az idei évben eddig 4 házasságkötésre került sor, és már 4 bejelentkezés van házasságkötésre, úgyhogy reméljük az idei év is hasonlóan fog alakulni az előzőekhez. Alapvetően, hogyha 5 évre visszanézzük, folyamatosan nő a házasságkötéseknek a száma. Az egész eljárás úgy indul, hogy a házasulni kívánó pár egy időpontot egyeztet az anyakönyvvezetővel, azon az időponton megjelennek, és akkor a személyes adatokat felveszik a tanukról róluk, illetve a szertartás körülményeit is nyilván ekkor egyeztetik le az anyakönyvvezetővel, hogy mi az igény. Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy a régi hagyományos szertartási elemekből, ami mindenképpen megmaradt, az a gyűrűhúzás, végén a pezsgőbontás, a szülőköszöntő természetesen, ehhez a virágot mindig a pár hozza. És tulajdonképpen, ami már eltűnőben van, és egyre kevésbé kérik a párok, az a homoköntés, a gyertyagyújtás, tehát ennek már valahogy a szokása eltűnni látszik, nagyon ritka. Minimum 30 nappal a bejelentkezés után lehet csak megtartani a polgári szertartást, ami hétköznap a hivatal épületében teljesen ingyenes. A tendencia viszont azt mutatja, hogy egyre többen szeretnék a hivatal épületén kívül megünnepelni éltük-e fontos eseményét, még akkor is, ha ez külön költségekbe kerül. Abban az esetben, hogyha hivatali időn kívül esik, tehát hétköznapon kívüli időpontra, akkor, és ez jellemzően általában szombat, akkor 9000 forint plusz áfát kell ezért fizetni, és ha pedig a hivatal épületén kívüli helyszínre kérik, akkor pedig 6000 pluszban még 6000 forint plusz áfát. Tehát ez a két össze nyilván összeadódik, ha mindkettő tényező fennáll. Jellemzően az mondható el az elmúlt évi statisztikákból, hogy körülbelül az egyharmada van az esküvőknek itt a hivatal épületében és hivatali időben.
Tehát a többi általában ezen kívüli, jobban igénylik az emberek. Ebből az látszik azt, hogy a hivatal épületén kívül valamilyen meghittebb környezetben történjen. Nagyon sokszor veszik igénybe a romkertet például. Az idei évtől egy jogszabályváltozás következtében vasárnapra már nem lehet esküvőt szervezni, mondta el Kondricné Varga Erzsébet jegyző. A bátaszéki római katolikus plébánia képviselője Kürtösi Krisztián atya azt mondja, a vírus hozta megszorítások ellenére tavaly is pozitív évet zártak a házasságkötések terén, és a tapasztalat azt mutatja, hogy egyre többen kérik az egyházi szertartást is. 17 jegyes pár kötött házasságot itt a bátaszéki plébánia templomba. Hárman kötöttek házasságot három pár bátán a Szentvér Bazilikában. Azt gondolom, hogy a környezetünket látva és az adottságokat nagyon pozitív. És élmény volt velük fölkészülni, még a megszorítások ellenére is, arra az alkalomra, ami az életüknek nem a célja, hanem a startja lesz, hiszen a cél az örök üdvösség mindannyiunk számára. Úgy gondolom, hogy növekedés van az egyházi házasságok terén, egyházi házasságok kötésének terén. Egyre több pár kéri a templomban való áldást, a szentségi házasságban való részesedést. Úgy gondolom, hogy ez csúnya szó, hogy azt mondjuk, hogy divat, hanem az embereknek inkább a fölismerése, hogy szükségem van arra, hogy a természet fölötti, azaz maga az Isten mellettem legyen. Lehet, hogy az a pár, aki eljön hozzánk házasságot kötni, az abban a pillanatban, vagy a felkészülés idejében nem is gondolja át, hogy pontosan, hogy mi fog történni, milyen cselekmény történik majd a házasságkötés alkalmával. De amikor visszajeleznek, akár egy év, egy fél év múlva, akkor érezzük azt, hogy az Isten kegyelme elindult a szívükben. Tehát, hogy megfogták az Isten kezét, és elindultak vele együtt a házasság szentségének útján. Hiszen a gondoknak is, meg a nehézségeknek a megoldása is, de az örömnek a megélése is, az Istennel együtt a sokkal jobb. Mert valaki mindig ott van a hátunk mögött, aki az ő maga némaságában, sokszor csendességében meg tudja erősíteni, és meg tudja bátorítani az embernek az életét. Azoknak a pároknak, akik szeretnék Isten színe előtt egybekötni az életüket, úgynevezett jegyes oktatáson kell részt venniük. A jegyes oktatások a plébániánkon 7 alkalommal történik. 7 egymás utáni estére hívjuk a párokat. Ebben nem csak a plébános az, aki felkészíti őket, hanem a diakónusok részt vesznek, és külön házaspárokat is meghívunk, akik előadást tartanak, tanúságot tesznek a házasságnak egy-egy momentumáról, akár a gyermeknevelésről, a családban adódó problémák megoldásáról, nehézségekről. De volt egy olyan előadásunk is, ami tulajdonképpen a gyászzal, a fájdalommal is kapcsolatos volt. Hogyan tudom megoldani keresztény emberként, és hogyan tudok minden dologra figyelni, úgymond, ami a házasságban előjöhet. 2 hetente tartjuk, az idei évben február 5-én kezdünk, este 6:30-kor, pontosan azért kezdjük most egy kicsit korábban, hogy a kijárási tilalomra, úgymond, hazaérjenek a párok. A templomba fogjuk tartani, hiszen a járványügyi előírásokat itt tudjuk ugyancsak megtartani a templomban. Tehát azokat a párokat, akik 2021-re tervezik egyházi esküvőjüket, február 5-én este 6:30-kor várják a bátaszéki Nagy Boldogasszony római katolikus templomban. Bizonytalan a 2021-es rendezvények helyzete. A bátaszékiek mégis pozitívan gondolkodnak. Remélik, hogy az idén végre sikerül megtartani az 5. bátaszéki bornapokat. Már több szerződést megkötöttek a szeptember 2. hétvégéjére tervezett eseménynek. Szeptemberről az ősz és az iskola kezdés jut eszébe leginkább az embereknek. A bátaszékieknek immáron 6. éve a bátaszéki bornapok. 2020-ban a koronavírus járvány miatt le kellett mondaniuk erről az eseményről, de remélik, hogy idén megtarthatják a tavaly elmaradt rendezvényt. Nagyon optimisták vagyunk, és mi azért elkezdjük szervezni. Ugye szeptember 2. hétvégén, hosszú hétvégén, pénteken, szombaton, vasárnap, akkor 5. bátaszéki bornapok. És az az igazság, hogy
El kell mondanom, hogy nagyon lelkesek a föllépők, már egy csomó szerződést megkötöttünk, és mindenki nagy szeretettel jönne, és nagyon várják már a fellépési lehetőséget. Úgyhogy mi intenzív munkába kezdtünk itt a kollégákkal, és szedjük be a különböző igényeket a szerződéseken kívül, tehát a cateringre gondolhatok, vagy akár a riderre, hogy tudjuk közvetíteni azoknak, akik mondjuk a színpadért, a hang vagy fénytechnikáért felelősek. Ebben az évben is vendégünk lesz, hogyha minden úgy alakul, a Góbé zenekar, de a Csurgó is zenélni fog, ezen kívül pedig elfogadta ugyanúgy, mint tavaly a meghívásunkat, egy másfél órás élő zenés nagy koncertre az Intim Torna Illegál zenekar, de jön hozzánk Delhusa John, Olá Gergőt lecseréltük Szabó Ádámra, de azt gondolom, hogy talán a fiatal rajongók, a lányok és a hölgyek legnagyobb örömére, szóval Ádám jön hozzánk reményeink szerint, a vasárnapi napon pedig a Honey Beast fog élőzenés nagy koncertet adni, és az egész 5. bátaszéki bornapokat a Neoton Família fogja majd zárni, velük is már megkötöttük a szerződést, úgyhogy bízunk benne, hogy a járványhelyzet az majd változik a javunkra, vagy az egész világ javára, és akkor már meg tudjuk tartani ezt a programot. Természetesen a szolgáltató szektor is elengedhetetlen egy ilyen és ekkora volumenű eseményen, azonban valószínűleg változás lesz az eddigi felhozatalt illetően. A gasztrósok, illetve az árusok, kiskereskedők tekintetében hát túl jó híreink nincsenek, van, aki feladta a harcot és a küzdelmet, és a vállalkozásától is megszabadult, illetve visszaadta, vagy feladta. De mi bizakodók vagyunk ebből a szempontból is. Azt gondolom, hogy jó lehetőség lesz ez újra azoknak, akik szeretnének kijönni egy ilyen nagy közösségi rendezvényre, és bízom abban, hogy mind az étel-ital kínálat tekintetében, mint pedig mondjuk a kiskereskedőkre nézve, ennek is pozitív hozadéka lesz. A borászoknak viszont most fogalmazzuk a fölkérő levelet, vagy átfogalmazzuk a tavaly előttit, és bízunk abban, hogy azért itt a bátaszéki, illetve szekszárdi borászok elfogadják a meghívásunkat, és a jófajta nedűkből sem lesz hiány. Mivel még senki nem tud semmi biztosat, minden lehetőséget számításba kell venni, többek között a létszámkorlátozás opcióját is. Nagyon nem szeretnénk ezt a verziót, mert ebbe bele se merek, vagy bele se szeretnék gondolni, hogy korlátok közé. Ugye emlegettük meg, volt ilyen, hogy 500 főig lehet megrendezni. Ez egy szabadtéri rendezvény, egy közösségi nagy dzsambori, amelyet nem csak a bátaszékiek szeretnek, de közel távolból jönnek tényleg nagyon sokan, több ezer ember naponta, esténként, éjszakánként. Megmondom őszintén, én így most ezzel a fejjel gondolkodva nem nagyon tudom elképzelni, hogy bárhogy is lekordonozom, vagy szűkítem a lehetőséget, és limitálom mondjuk 500 főben. Ezt egyelőre én nem tudom elképzelni, de nagyon bízom, hogy a nyár kisöpri ezt a nyavaját, és akkor már szeptember közepén ezt meg lehet olyan méltó körülmények között tartani, ahol azért odafigyelve nyilvánvalóan azokra a dolgokra, amelyeket felszedtünk itt az elmúlt másfél évben, meg lehet rendezni, és mindenki örülhet nem csak a rendezvénynek, hanem egymásnak, és ugyanazok a baráti találkozások és koncertélmények létrejöhetnek, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt. A farsangnak elengedhetetlen része a fánksütés. Sajnos idén a közös sütemény készítés a vírus miatt elmarad, így hát emlékezzünk meg arról a tavalyi eseményről, amikor a bátaszéki Napsugár nyugdíjas klub tagjai őrizték a hagyományt. A gondos tésztaszaggatás a mennyei farsangi fánk egyik legfontosabb előfeltétele. Hatalmas rutinjuk lévén pontosan tudják ezt a bátaszéki Napsugár Egyesület tagjai is, akik közös fánksütéssel ünnepelték a farsangi időszakot. Nem mondom, ez az én. Figyelj, ide a férjem is pékult, meg én is, és akkor ez. Tudod, mi van? Szakmai titok. Szakmai titok ide vagy oda, igyekeztünk csak megtudni, hogy mégis mi az igazi omlós bátaszéki farsangi fánk titka, és bizony, mint ahogy a sütésben résztvevő asszonyok, mi sem vallottunk szégyent. Ez egy jó liszt, amit én mostan hoztam, mert az egyik boltban lehet ilyen
jó sikertartalma le van a lisztnek, és akkor ebből lehet jó tésztát készíteni. Ez nem szakad, mert a rövid liszt az szakad. Azt nem lehet nyújtani. Én például pénteken ilyen 5 tepsi rétes sütöttem ebből a lisztből, amit mind a cigaretta papír úgy el lehetett húzni. És ilyenből van jó tészta. Bizony-bizony a fánksütésnél is jól jönnek a férfi kezek, erről pedig Józsi bácsi tett tanúbizonyságot. A lányok, ahogy kigyúrják, meg beteszik, ami szükséges, meg kell, és akkor a megfelelő forróságú zsírba, olajba betesszük, és akkor így szép lassan átsütjük, és egyszerre vesszük ki utána az egészet ebből a lábusból, úgyhogy... Hány fánkon van ma már túl? Hát most már a 140... 100 fánk megsütése még jó társaságban is nagy idő, de legalább ilyenkor van miről beszélni az embereknek a kitartó munka közben. Fánkot most sütünk másodszor, mert előtte az előző klubvezetés az nem sütött fánkot. Akkor kitaláltuk, hogy valamivel újítani kellene, és akkor kezdtünk el a fánkot. Hogy farsangra, ugye fánk nem, nélkül nincs farsang, és ezért először ketten dobtuk össze az anyagot, most meg már a klub veti meg az anyagot. Most mi egybe kötöttük így, hogy együtt sütünk, együtt főzünk, például volt tavaly olyan, hogy főztünk pörkölt, tehát azt is így főztünk közösen, de minden jó volt, úgyhogy összehozza az embereket ez a kis összejövetel, úgyhogy örülünk neki, hogy nem bomlott szét az egész. Hát figyelj, mink úgy megértjük egymást. Na, én vagyok lényegében legidősebb köztünk, és akkor mink nem beszekszünk, mink nekünk, tudom, sokat dolgoztunk, és megvan mindig a mindenkinek a maga kis megbeszéljük, és így vagyunk. A Napsugár Nyugdíjas Klub tagjai nem most először sütöttek közösen fánkot. Minden évben megrendezünk egy fánksütést a hölgyekkel, igazi házi asszonyok. Kis forralbort, hát egy kis farsangi hangulatot próbálunk ebbe a nyugdíjas délutánban most beletenni, mert minden héten egyszer találkozunk, és hát lehet látni, hogy mindenki nagyon örül az egész rendezvénynek, mert hogy ma már egész nap erre készültünk. Van egy hölgy, aki dagasztotta a tésztát, aki a pékségbe dolgozott, Bellike, meg tulajdonképpen erről szól az egész, hogy együtt fogyasszuk el ezt az így sütött fánkot, és jól érezzük magunkat. Igen? Én úgy látom, hogy a fánksütés és a fánkozás mellett azért itt nagyon jókat beszélgetnek, és ez erről is szól egy kicsit, hogy együtt vannak, sztorizgatnak. Hát általában rendezünk mindig ilyen bálokat, ilyen különböző falvakból ők meghívnak. Például most voltunk Alsónyéken, jövő héten szerdán megyünk Szekszárdra, a Babics művelődésre, és az ilyen kölcsönös délutánok ezek, amik nagyon jól telnek mindig el. Általában jókat eszünk, meg sokat táncolunk. Hát most is van egy ilyen kis magnózenekarunk is, de szerintem nagyon jó. Egy kicsit feltölt minket, mivel már nem vagyunk fiatalok, és hát mi így érezzük jó magunkat. Én most kezdtem csak egy éve ezt az egészet, de remélem, hogy a továbbiakban is én is tudom vinni ezt a klubot, úgyhogy ennyi. Hányan vannak egyébként, és mi az, amitől ilyen jól működő közösség az önöké? Mert tényleg azt látom... Mert számítunk egymásra, és fontosak vagyunk egymásnak, és nagyjából ismerjük már a család életüket, és akkor megkérdezzük, veled mi van, hogy van, mi történt. És akkor ez már minden hétről hétre már kíváncsi vagyunk egymásra, hogy milyen programja volt, vagy hová megy, hol tölti a karácsony, hogy hová megy nyaralni, vagy fürdeni. Járunk színházba is, meg különböző kis dolgokat beteszünk, hogy egy kicsit változatos legyen ez a nyugdíjas élet, mert hát azért már mindannyian nagyon tetszik látni, hogy nagyon sok hölgy van, és az azt jelenti, hogy a párunk már nincsen. És valahogy így próbálunk tovább élni, és jól érezni magunkat együtt. Ilyenkor összejönnek, majd amikor már most forradbort is csináltunk, és majd amikor már vége van a fánkevésnek,
akkor egy kis nótázás, és akkor 4-5 óra fele elindulnak a nagyfolyam. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!